A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A zenevilágnapjáról szóló beszámolóinkat talán már látták, és az egyik ünnep ezen a napon mindenképpen, hogy a hagyományokhoz hülyen átadják a Fricsai Richard díjat. Ebben az esztendőben, aki átvehette, az nem más, mint Radics Éva. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. A Ciszterci Szent István gimnázium énektanára, énekzenetanára, illetve karnagya és a Muzikolor Ének Együttes alapító tagja, vezetője. Örülök, hogy itt vagy velünk. No, hát ugye 2018-ban, tehát pontosan 5 esztendeje egy hasonló megtiszteltetésért, a zenei nevelésért díj, azt hiszem, hogy az is nagyon fontos, és hogy ez az egész pályafutás, ami azt hiszem, hogy példa, hiszen példakép vagy bizonyos értelemben, miként indult, az viszont nem különben fontos számunkra, hiszen egy olyan családban nőttél fel, ahol azért a zene fontos volt, annál is inkább, mert hogy ugye a Kodály suliban kezdte mindenki, aki fontos szerepet játszik Székesfehérvár zenei életében, te magad is. És hát ugye emelt óra számban énekeltél, és hát Lovrek Károlyról kell, hogy essék szó, hiszen ő azt hiszem, hogy meghatározó bizonyos értelemben egy kicsi gyermek életében, amikor felnő. Hogyne. Amikor óvodás voltam, az a családi anekdota, hogy óvodába jöttek el hozzánk a énekzenei általános iskola énektanárai, közöttük Karcsi, és meghallgatták a kisgyerekeket, és akkor azt mondták nekem, hogy ott a helyem, mert szépen énekelek. Úgyhogy így indult a zenei pályafutás, mert aztán az énekzenei általános iskolának az alsó tagozatától kezdve már Kapásné Lévai Edit tanárnő keze alatt ugye kiskórusban, aztán 5-től Lovrek Károly keze alatt énekelhettem a kórusban, és hát mindazzal, ami az énekzenei általános iskola énekóráit jelenti, ugye mindazzal együtt, azért ez egy elég erőteljes alapot adott ahhoz, hogy én már kiskoromban is énektanár szerettem volna lenni, de hogy ez meg is tudjon valósulni. Úgyhogy ezen az úton ő volt az, aki elindított, és a rengeteg kórus utunk, ami a felső tagozatban annak a kórusnak kijutott, ami ugye azért nem egyértelmű, főleg a mai világban már érzékeljük, hogy ez nem volt egy olyan egyértelmű dolog, akkor sem, most sem, és én sem tudom megadni a saját gyerekeimnek, az iskolásoknak, pedig nagyon szeretném, úgyhogy ez egy ilyen nagyon extra, hát extra helyzetek voltak, és extra pozitív dolog volt a mi gyerekkorunkban, hogy ezt mi átélhettük és részt vehettünk benne, és nekem plusz öröm volt, hogy én voltam a szólistája ennek a kórusnak nagyon sokáig. 5-ben már egy picike kis szólót kaptam, és aztán utána mentünk tovább Franciaországba, Olaszországba, mindig ahova éppen Karcsi bácsi vezette a kórust, ott mindig jutott nekem szóló, és ez egy hatalmas élmény volt, és tényleg megalapozta az én zenei jövőképemet, és vezetett tovább a Vasvári Pál gimnáziumba. Igen, erről is beszélünk, de azért hadd kérdezzem meg, hogy voltak példaképeid gyermek fővel? Nálunk otthon a családban a zenehallgatás az nem kifejezetten klasszikus zenei vonal volt. Az apukám zongorázott, és a családnak az apai nagyszülői köre, hát ők nagyon klasszikus zenei, klasszikus zene szerető emberek voltak. Az anyai ág, ők egy teljesen más, milyen típusú, de nagyon értékes népi falusi emberek voltak, és egy ilyen népi igényes zene szerető közeg volt ők. Úgyhogy ez a kettő valahogy ötvöződik bennem, én azt gondolom. És én magam az iskolában tanáltam példaképeket a felsőbb tagozatos szóló énekesek között, úgyhogy Kis Noémi, aki előttem vitt bizonyos daraboknak a szólóját és elballagot, utána megkaptam én, hát ő nyilván akkor példakép volt, hogy ő ezt hogy énekelte, hogy csinálta. Úgyhogy így voltak körülöttem olyan nagyobb gyerekek, akiket így követni próbáltam. De egyébként a családban nem volt kifejezetten mondjuk opera
zene szó a nappaliban, vagy mondjuk a vasárnapi ebéd környékén, tehát hogy így ezt nem lehet mondani, hanem így szépen azt gondolom, hogy az iskola hatására jöttek ezek a különböző szebbnél szebb koncert lehetőségek és zenehallgatási lehetőségek, amiből én épültem. Megerősítést jelentettek a sikerek számodra? Hát hogyne, persze. És tehát a jövőképet is meghatározta nyilván így a Vasnáriban, van, hiszen ráadásul egy olyan közegbe kerültél, ahol áldott emlékű Horányi Orti néni volt az énektanár, aki azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokan elmondhatják, de a kiemelkedően sikeres székesfehérvári énekzenetanárok, vagy bármi zenével foglalkozók is megerősíthetik, hogy Orti néni különleges személyisége miként hatott rájuk. Te hogy voltál vele? Egyértelmű volt, hogy akkor megyek tovább zenei tagozatra, és ez a Vasváriban volt. Én Otti néniről előtte talán nem is hallottam, de ahogy bekerültem a gimnáziumba, hát Otti néni egy nagyon meghatározó személyiséggé vált az életemben. Az iskolának a kórusában énekeltem a gimnáziumi kórusban tulajdonképpen, és hát ott már megfogalmaztam, hogy akkor nekem a zenei pálya lesz a jövő, és elkezdtem járni Otti nénihez különböző szófé és kiegészítő, vagy éppen összhangzattan órákra, hogy a felvételihez ez mindenképpen segítség legyen. Ugyanis ez máig így van, hogy a Kodály Zoltán iskolába, vagy az akkori énekzenei általános iskolába járó gyerekek magas szinten tanulják az éneket, úgyhogy nekik a szófés tanítás az énekóra keretein belül történik meg. De hogyha valaki pályára áll, akkor mindig kiderül, hogy azért ez picikét kevés. És akkor én elkezdtem járni a Herman László zeneiskolába is még plusz szófésra, például Tima Zsuzsa volt az én szófés tanáraim közül az egyik, akit nagyon szeretek és nagyon tisztelek, és hát Otti nénihez ilyen magánórákra, ami még plusz egy emeltebb szintet jelentett. Ez ugye a szolfés, ez az elméleti része, de az éneklés és a kórus az mindenképpen Otti néni keze alatt egy óriási fejlődési lehetőség volt, úgyhogy ő mentorom és legnagyobb tanáraim egyike. Ráadásul sikert sikerre halmoztatok a vasvárisként is. És hát ilyen értelemben egyedi utad vezetett a tanárképzőre. Ezen mondjuk én nem csodálkoztam, hiszen édesanyád is tanító. Igen. De ez nagyon-nagyon fontos volt. Mit tapasztaltál meg az énekzene tanításban, mármint a főiskolán? Melyek voltak azok az alapvetések, hiszen tudjuk, hogy a kodályi módszerek és a többi, meg hogy mi az énekzene országa vagyunk, tehát ezt unalomig ismételték azoknak is, akik nem foglalkoztak a zenével, de aki hivatásának tekint, és egy komoly jövőképe van ebben az értelemben, az nyilván másként fogja fel ezt. Az én utam a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára vezetett, 3 évig jártam oda, énekkarvezetés szakra, ugye ez egy főiskola. Ennek a főiskolának neves tanárai voltak, és a gyakorló tanításokat, azokat ugye mindig az egyetemi gyakorlóiskolában végezhettük. Ezek a gyerekek válogatott gyerekek voltak, úgyhogy nekem valahogy mindig az volt az érzésem, hogy ez egy burok, amiben mi vagyunk. Maga a főiskola is burok volt, mert olyan zenész társakkal tanultunk együtt, akik ugyanazon az úton jártak végig, mint mondjuk én. És az együttzenélés és a zenélés öröme az egyforma volt mindannyiunkban, de nem láttunk ki a való életbe. És szerintem a gyakorló iskola is egy kicsit egy ilyen burok, és nem a való életet mutatja. Ez majd a későbbiekben érezhető is volt, amikor szerintem mindannyian így vagyunk, akik egy ilyen tanárképző főiskoláról, vagy karvezetés szakos egyetemről kijövünk a mindennapi életbe, hogy hát azért ez nem teljesen így van. Az egyetem milyen pluszt adott, hiszen Pécset már a énekkarvezetés szakot végezted el. Igen. Nem elégettél meg, hogy semmiképpen a tanári pálya az bizonyos értelemben a tiéd természetesen, de azért az a plusz, amit te tanultál már a énekről, a zenéről, az nyilván ezt megkívánta. Igen, tehát a következő 3 év aztán az Pécsen lett a Tudományegyetemen az énekkarvezetés szak, és nagyon-nagyon jó karvezető tanáraim voltak, Jobbágy Valér, Várdai István, akikkel haladtam én a karvezetés útján előre, de valahogy mindig az volt bennem, hogy nem biztos, hogy tanár leszek, hanem lehet, hogy inkább énekelni szeretnék, mert azért a kórus megfertőzi az ember, tehát a kórus éneklés, az együttzenélés, az, hogy valakikkel együtt muzsikálni, ez egy óriási élmény volt. Nagyon szeretem a kórust máig, de az éneklés, mivel hogy mindig ez a szóló szerep, ez lehetőséget adott arra, hogy kipróbáljam magam egyedül, ez mindig benne volt a levegőben, hogy majd én akkor szóló énekes leszek. Úgyhogy ez a kettő valahogy párhuzamosan ment. A gyakorló tanítások nagyon sikeresek voltak, ott érdekes módon azt emelték ki mindig, hogy
hogy a hangszínem, meg ahogy a gyerekekhez beszélek, az annyira megfogja azt a kis közösséget, aki ott szemben ül velem, hogy az, hogy mit mondok, az mindig másodlagos volt, az, hogy hogy mondom, az nekik mindig jobban tetszett. Azt gondolom, hogy mindenkivel előfordul, hogy különleges dolgok történnek az életében. Mondjuk egy hölgynél nyilván a házasságot köt, az egy természetes szerelem házasság gyermekek, ez általában így van. Viszont téged különleges pillanatként tarthatott számot, annál is inkább, hiszen vérhez mentél, és a pályaíved ilyen értelemben megváltozott, távol-keletre indultatok el Japánba, férjeddel, aki matematikus. Igen. És hát ez egy különleges világ, valljuk meg. Milyen gondolatokkal érkeztél meg, milyen terveid voltak? Húha, én ezt kicsit korábbról szeretném elkezdeni, hogyha szabad, ugyanis még az előző témához köthető az, hogy honnan indul a mi japán utunk, mert hogy a férjem Norbert is a Primaverában énekelt, és én is ott énekeltem Otti néni keze alatt, amikor is már egyetemista voltam, és úgy jártam vissza Otti nénihez énekelni, és kiderült, hogy az egyetemi kórussal Japánba fogunk menni. És az utolsó kirándulásom Otti nénivel egy maribori út volt a Primaverával, és Mariborban menet beszélgettem életemben először a leendő férjemmel, akkor már régóta énekeltünk együtt a kórusban, de nem nagyon volt közöttünk beszélgetés addig, és a beszélgetés témája Japán volt. Mert hogy ő egy matematikai konferencián volt akkor Kiotóban, onnan jött haza nem sokkal azelőtt, én pedig nem sokkal azután mentem Oszakába énekelni. És így akkor a Japán volt az a téma, amin elkezdtünk beszélgetni. Mariborban aztán a kapcsolatunk elindult, és én elmentem Oszakába az egyetemi kórussal, úgy jöttem haza, hogy én soha többet be nem teszem a lábam Japánba, mert ez egy olyan ország, ahol az egyes ember nem létezik, hanem a tömeg van. Tehát, hogyha egy kórus, akkor kórus. Ha a kórus mosdóba akar menni, akkor mehet kórusba az egyes, vagy mosdóba. Az egyes ember nem mehet egyedül, az egyes ember nem lehet éhes, nem lehet fáradt, hanem a tömeg lehet együtt valamilyen. És aztán ezt megtapasztaltuk később, valóban ilyen ez a világ, de ott először tapasztaltam ezt meg, és azt mondtam, hogy nekem ez nem tetszik, és én ezt nem szeretem. Ő pedig azt mondta, hogy ő neki nagyon tetszett ez a japán világ, és nem sokkal később ő kapott egy állás lehetőséget egy kisvárosban, úgy hívják, hogy Kanazawa. Ez a fő szigeten, az északi csücsökben van, egy kisváros, olyan jellegű, mint Székesfehérvár. Tehát viszonylag nagy kulturális élettel, zenei megmozdulásokkal, színházzal, sok iskolával, rengeteg kórussal, de gyárak is vannak, sőt, ott a közelben van egy nagyon fontos japán szilíciumvölgynek nevezett számítógépes központ, ott kapott tulajdonképpen egy ilyen kis állás lehetőséget a férjem, egy ahhoz kapcsolódó cégnél, és hát végül is aztán, amikor őt megkeresték ettől a cégtől, úgy keresték meg, hogy a nagykövetségen keresztül, hogy egy magyar matematikust keresnek, és ő volt egyedül doktorandusz a Műszaki Egyetemen is. Tehát, hogy valahogy úgy egyengedte a jóisten az utunkat, hogy oda jussunk, akkor én is eldöntöttem, hogy jó, hát akkor még egyszer megpróbálhatjuk, így, hogy ketten megyünk ki, és nem egy kórussal, nem egy tömeggel, hanem mint magánember megyünk ki. De nem voltak elvárásaim, nem volt tervem. Azt gondoltam, hogy egy évre megyünk ki, és utána hazajövünk, és munkába állunk. Lett belőle 10. Lett belőle 10. Nagy kihívás volt egyébként hozzászokni mindahhoz, ahogy bevezetted az imént, az nyilván rendkívül szokatlan egy európai ember számára. Voltak nagyon kemény pillanatok. Az első pillanattól énekeltem kint egy kórusban, akikkel nem sokkal ezelőtt teljesen véletlenül Franciaországban találkoztunk, és kiderült, hogy abból a városból jöttek. Én abba a kórusba, ott Franciaországban bekéreckedtem, hogy én hadd énekeljek majd ott. Egy októberi napon mentünk ki, és én novembertől kórustag voltam abban a kórusban. Aztán a férjem is járt, és hetente kétszer mi mentünk oda énekelni. Hát a kommunikáció az zéro, körülbelül zéróval egyenlő volt, mert ők nem nagyon beszéltek angolul, mi egyáltalán nem beszéltünk japánul, de az első naptól kezdve jártunk japán tanfolyamra, és heti 5 alkalommal reggel 8-tól délután 3-ig nyelvóránk volt. Úgyhogy ez azért úgy előrevetítette, hogy viszonylag hamar fogunk tudni beszélni, tényleg 5 hónap alatt jutottunk el a nagyjából középfokú szintre, és ezzel együtt aztán kiderült az, hogy én karvezető vagyok, és kaptam lehetőséget ezt a kórust vezetni,
és akkor könnyebbettem meg, tehát akkor lett azért könnyebb az életünk. Tehát egészen addig nem tudtam kommunikálni az emberekkel, nem találtunk olyan ennivalót, ami tetszene, nem ismertük fel a jelekből, hogy mi micsoda a boltban. Tehát a mindennapi életünknek voltak nehézségei, nem szerettük a tévét, nekünk nagyon sokáig nem volt tévénk, és egyszer jött egy hír, hogy de hát jön a tájfun, hát felkészültetek rá, van-e mentőcsomag, hogyha futni kell, akkor legyen abban a mentőcsomagban száraz keksz, meg konzerv, meg víz, meg melegruha, és úristen, hát ez milyen világ, hogy itt menekülni kell, akkor nagyon megijedtünk, vettünk egy tévét, én azt biciklin toltam haza, meg a felmosóvödröt, meg a seprűt, meg ilyeneket, mert autónk nyilván nem volt, és aztán jött a tájfun, és ez egy nagy szél volt, és eső, és ennyi volt az egész, tehát hál' Isten nem volt ennél nagyobb. Szóval voltak olyan meglepő dolgok, amiket Európában nem találkozik az ember, és mély repülések voltak emiatt. Tanárként miként boldogultál? Sikerült-e átörökíteni a Kodály módszert adott esetben? Egyáltalán az az elv, amelyet itthon képviselnek az énekzene tanárok, akik kellően felkészült, mert pedig nagyon sokan vannak itt, az megállja a helyét egy távol-keleti országban? Abszolút meg, abszolút. Ezt szerintem azért az átlag ember is ismerheti, hogy a Kodály módszer Magyarország után a legnépszerűbb Japánban, erről hallani, olvasni, és én tényleg megtapasztaltam ezt. A kinti életem során találkoztam nagyon sok kórusvezetővel, akik meghívtak az iskolai kórusaikba, és ha éppen magyar dalt énekeltek, akkor esetleg először a magyar szöveg miatt, aztán kiderült, hogy ennél többet tudok segíteni, akkor a zene miatt volt, hogy zsűritag voltam kórusversenyeken, és volt egy olyan az utolsó évek egyikében, amikor egy Kodály konferencián én voltam az előadó. És azt tapasztaltam meg, hogy nagyon érdeklődnek a Kodály módszer iránt, és amit csak tudnak, ráhúznak a saját rendszerükre, de nyilván 100%-ig nem ráhúzható. Vannak nagyon-nagyon jó szakemberek, akik próbálják a japán népzenei alapot megadni annak a Kodály módszernek, ami ott valahogyan működni tud. Tehát teljes egészében nem tud működni, de nagyon-nagyon próbálják kihasználni a lehetőségeket, a saját zenéjükre próbálják. Ugye van valami kis kapcsolat azért a magyar népzene az ősi réteg és a japán ősi népzenék között, egy icipici kapcsolódási pont van, amin el lehet indulni. Hát minden módon nem tud használhatóvá válni egy magyar rendszer egy japánra. Az évtized alatt eljött az a pillanat, amikor helyjel közel Japánnak érezted magad, éreztétek magatokat? Nagyon hamar eljött. Egyébként hát azért nem olyan nagyon hamar, 10 évig éltünk kint, 5 év után született az első lányunk, és én már mielőtt ő megszületett, akkor emlékszem olyan szituációra, hogy mentem az utcán, és a japán gyerekek csúfoltak, így. Ugye mi így csúfoljuk, így jelezzük azt, hogy valaki keleti, ők így, hogyha valaki nem keleti. És meglepődtem, hogy ezt most miért kapom. És akkor, ahogy mentem az utcán, és benéztem a kirakatba, ja, hogy én nem úgy nézek ki, de hogy én már magamat néha japánnak éreztem. Sokszor a telefonban csodálkoztak, amikor a nevemet mondtam, és le kellett volna írniuk, hogy hát nem japán vagyok, hát ők azt hitték, hogy japán vagyok egy telefonbeszélgetés alapján. Szóval sokszor volt olyan szituáció, hogy én már beolvadtam egy bizonyos közösségbe, ha velük mozogtam, akkor közülük valónak éreztem magam. Tehát barátokra lehetetek. Így van. Egyértelmű. Így van. Mi hozott haza a családot? A családi tragédia a testvéremnek a halála volt, akkor még nem tudtuk, hogy meg fog halni, mire hazaértünk, halt meg. Tehát egy nappal korábban került be a kórházba. Ez azért elég kerékbe törte a kinti terveinket, azért nekünk volt jó pár tervünk, hiszen egy évre mentünk ki, és minden évvel egyre több lett a kint töltött idő, és már kint ragadtunk, és gyökeret vertünk, és lehet, hogy haza se jöttünk volna. Ugye a gyerekek is már ott kezdték az óvodát, és lehet, hogy mentünk volna tovább iskolába is. És hát ez a családi tragédia azért az összehozta a Fehérváron élő családtagokat olyan szinten, hogy haza kellett jönnünk erősíteni ezt a kört és támogatni az édesanyámat. Nekünk magunknak is szükségünk volt arra, hogy közel legyünk egymáshoz. Mindezzel együtt, hogy azért az megint egy nagyon nehéz szituáció volt, amikor vissza kellett szokni ide-haza. Igen. Körülbelül annyi idő telik el, míg visszafelé megszokja az ember, mint amennyi odafelé volt. De azért sikerült. Melyek voltak az első és legfontosabb feladataid, amikor kiderült, hogy most már itthon maradtok, már mint Magyarországon? Én akkor elsősorban anyukaként szerettem volna működni, mert az én két lányom jobban beszélt szinte magyarul, mint japánul,
Mind a két nyelvet beszélték persze, de a gyereknyelvet, amivel ő nekik kellett a saját közösségükben, a saját közegükben közlekedni, azt japánul tudták, mert az óvodában japánul játszottak. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy akkor nekem a gyerekek mellett a helyem, és támogatnom kell őket abban, hogy megszokják itthon. Ugyanakkor elmentem tanítani egy iskolába, ami egy ilyen speciális iskola volt az Öreghegyen, a CBA magánáltalános iskola, és ott speciális gyerekekkel foglalkoztunk, problémákkal küzdő gyermekekkel, és azt éreztem, hogy ez azért nem feltétlenül jó nekem, mert nem tudom a zenét olyan szinten művelni, ahogy a lelkem kívánja. És nem sokkal később lett egy lehetősége, az anyukámon keresztül jött egy információ, hogy a Ciszterci gimnáziumban van egy megüresedő hely. És ez 2014-et írtunk, ez egyébként is duplán is fontos az életedben, hiszen a szakmai pályafutásod elkezdődött, és azt hiszem, hogy az töretlen mindenféle értelemben és módon kimondhatjuk, és 2014-ben alakult meg a kórus is. Igen. A Muzikolor Ének Együttes, most már sikerre halmoztatok, és ráadásul egy olyan csapatot gyűjtöttél magad köré, akik learatják azokat a babérokat, amint én azt gondolom, ami méltó ahhoz a csapathoz, amelyet te vezetsz. Mert hogy ugye beszéltünk már a kórustagokkal külön is, hiszen bemutatkozó filmet készítettünk, de én azt mondom, hogy Székesfehérvár zenei életének egy mindenképpen egy olyan kulcsa a tiétek és a tiéd a tanári pályafutásod okán is, hogy ami példaértékű. Tehát 2014, és gondoltad volna, hogy ez így a mai napig, tehát mert hogy elindultál, és egy olyan iskolában, ahol a Ciszterben, ahol azért magas szintű oktatás folyik, igen, megvalósítani az elképzeléseidet, az rendkívüli kihívás. Én azt gondolom, hogy nem volt egyébként túl sok tervem. Tehát, hogy amikor engem felvettek a gimnáziumba énektanárnak, akkor kaptam egy szinte működő kórust, egy szinte működő kiépített énektanítási módszert vagy rendszert, és én ebben megpróbáltam elkezdeni dolgozni, és aztán az idők során szépen, ami nem volt rám illeszthető, azt levedlettem, ami a gyerekek változásával változást igényelt, azt megváltoztattam, hoztam új színeket, és alakult ki az a kép, ami most a Ciszter Gimnázium zenei életét jellemzi. Nagyon-nagyon támogató vezetőség van az iskolában, ha ők nem lennének, akkor ez nem működhetne, mert ezek szakkörszintű dolgok, amiket én csinálok. Tehát az énekóra az nyilván énekóra, de az énekórán kívüli tevékenység az, amivel itt-ott meg tudunk jelenni, amiből koncertet tudok megépíteni, amiből bárhova tudok gyerekeket vinni, akár egy városi rendezvényre, ahova már színjátszóval együttműködésben is. Igen, ez mind így működik. Most az, hogy szakkörben dolgozik az ember, az mindig nagyon veszélyes, mert a gyerekek nagyon elfoglaltak. Mert a gyerekeknek ezer dolguk van, ők sportolni szeretnének, ők a továbbtanuláson gondolkodnak, nekik magánóráik vannak, vagy családi rendezvényeik vannak. Én meg egyedül vagyok, egy testem valamivel tudok jelen lenni egy próbám. Úgyhogy igyekszem őket megfűzni, hogy amikor én ráérek, és nekem van egy lehetőségem foglalkozni velük, akkor érjenek rá ők is, és ez többé-kevésbé sikerül. Most éppen 55 fővel énekel a vegyeskar, és 25 fő körülivel a gyermekkar, az alsó tagozatosok. Felvelő rendszerben a kicsik azok általában folytatják a gimnáziumi részlegben is az éneklést, és akkor mindig jelennek meg új tagok. Úgyhogy ez egy nagyon nagy örömforrás a számomra, mert ezek a gyerekek nem feltétlenül tudnak kottát olvasni, vagy hangszere játszani, nem feltétlenül tudnak úgy énekelni, hogy közben tudnak fülelni a többi szólamra. Ez egy nehéz dolog, ezt meg kell tanulni, és mindig látom most már többedik éve, hogy mire végzősök lesznek, addigra ez a tudásuk ez meg lesz, és már ott van bennük, és tudják tovább vinni. Igen, hát ők fiatal felnőttek, középiskolás fiatalok, tehát nyilván az első időszakban meglehetősen nehéz volt, igen, hiszen addig kicsiket tanítottál leginkább. Igen. És én ugye azt vettem észre, hiszen ott voltunk számos színházi próbán, meg azért a rendezvényeken figyeljük a Ciszter kórust, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtek ők. Ó, de jó. Tehát ez egy pozitív megerősítés nyilván neked is. Köszönöm És ráadásul szépen. Szeretnek téged, ne mondd, hogy nem, mert hogy ezt is tapasztaljuk.
nem jönnének, ha nem szeretnének. Ha nem éreznék jól magukat velem, akkor nem kötelezi senki őket a szakkör. No, és a Musicolor? A Musicolor bejött. Tehát ugye erről röviden már beszéltük, de ott is olyanok, akik nem feltétlenül a lénekzenéért, hanem a lénekzenéből élnek, hanem a lénekzenéért. Nincsen közöttünk senki, aki az énekzenéből él, ha csak a tanárokat nem vesszük, akik zenetanárok vagyunk, de tulajdonképpen mondhatom, hogy nem vagyunk profi zenészek, és az együttműködésünkből és a mindenki 100%-os elköteleződéséből emelkedik a színvonal, hogyha emelkedik, és stagnál, hogyha fáradtak vagyunk, mert mi magunk mozgatjuk ezt a hattagú együttest. Tehát nincsen külső személy, aki segítene, vagy beleszólhatna a munkánkba, vagy akadályozhatna, hanem amit mi leteszünk az asztalra, az a mi hatunknak a 6x2 kezi munkájából születik meg. Egyébként baráti társaságként is működünk, és nagyon szeretjük egymást. Ezek nagyon régi barátságok, illetve iskolatársak is voltunk jó páran. Közösek a gyökerek, ugye, ahogy az kiinduló pontunknál Lovrek Károly neve felmerült, ő az, aki az akkori énekzenei általános iskolában elindított bennünket, és az ő tőle tanult dolgok, azok nap mint nap felmerülnek, hogy igen, ezt mi azért tudjuk, mi azért tudunk együtt énekelni, mi azért tudunk így énekelni fülelve a másikra, mert ezt nekünk megtanították ott az iskolában. Szóval ezek nagyon fontos dolgok, és én nagyon remélem, hogy ez az együttes, ez még sokáig tud együttműködni, mert néha vannak nehéz pillanataink, ahogy gondolom mindenkinek vannak nehéz pillanatai a munkájában, vagy a hobbiában, vagy abban, amit éppen csinál, de ezeken azt gondolom, hogy túl kell lendülni, mert értékesebb annál a munkánk, hogy elengedjük, amikor egy nehéz pillanat jön. Most lehet, hogy éppen egy nehéz pillanatban vagyunk, egy hosszú tavaszi betegségekkel teli időszak után, de mivel közeledik az az időszak, amit nagyon szeretünk, az advent és a karácsonyi koncertek, ezért azt gondolom, hogy most kezdjük újra tölteni magunkat fölfelé, hogy azért ebből legyen egy mindannyiunkat megint csak felemelő szép koncert. Tehát hiszel abban, hogy átörökíthető, amit a mestereitől tanultál? Biztos vagyok benne. Mert ez bejött mindez idáig. Igen. Miként fogadtad a Fricsai díjat? Hiszen az mindig megerősítést jelent, ha valaki egy olyan rangos elismerést vehet át, hiszen itt azért szakmai zsűri, ha úgy tetszik, szakmai csapat jelöl valakit. Nagyon meglepődtem, én nem számítottam rá, mert végzem a munkámat, de én ezt nem érzem kiemelkedőnek, vagy különösebben kiemelkedőnek ahhoz képest, amit a kollégák végeznek a különböző iskolákban. Úgyhogy nem is tudom, hogy ez kinek az ötlete volt személyesen, és szeretném megköszönni, ha ez egyszer valaha kiderül, de hát nagyon boldog voltam, és örültem annak is, hogy azért a gyerekek közül, az iskola kórusának tagjai közül, hanem is a teljes tagság, de néhányan el tudtak jönni. Ez talán nem titok, hogy az iskolában egy kétnapos fesztivál előzte meg ezt az október 1-jét, és a Cister Fest az egy akkora munka volt előkészületeiben is, és a két nap folyamán is, hogy én már előre jeleztem a szervezőknek, hogy mi az október 1-jét idén nem fogjuk vállalni, és ehhez képest egyszer csak kaptam egy ilyen örömhír tartalmazó e-mailt az önkormányzattól, tehát hogy én ott teljesen padlót fogtam, hogy most akkor egy gyerek nélkül menjek el, gyorsan szóltam a gyerekeknek, és akik ott voltak az október 1-én, és velem együtt örültek, és tapsoltak föntről a kakasülőről, azok a gyerekek voltak, akik azért szerettek volna eljönni, hogy a tanárukat megünnepeljék, és megtapsolják, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik. Ez 2023 öröme. Igen. No, én is gratulálok, jó helyre került ez az elismerés. Gratulálok az Évának, az Ádámodnak, és mindenkinek, aki körbevesz téged, és boldogságban megerősít. Köszönöm hogy ilyen szépen. Teljesítményekre legyél képes, mert hogy az énekzene azért Székesfehérváron is nagyon-nagyon fontos. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Radics Évával beszélgettünk, aki az idei esztendőben kiérdemelte a Fricsai Richárd díjat, amelyet a zene világnapján vehetett át. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.